A játék neve ismét Rusty Lake Roots, és már nagyon szerettem volna ezzel a játékkal játszani, mert nem csak azért, mert a sztoria nagyon érdekes, meg úgy a világa, hanem mert olyan nyugtató ilyen kis egyszerű puzzle-öket csinálni, meg olyan kis nyugodt az egésznek a világa, még annak ellenére, hogy milyen szarságok történnek benne, és most nekem nagyon szükségem van egy kis nyugalomra. Úgyhogy ott tartottunk, hogy hol tartottunk? Ja igen, Albert megőrült, ott tartottunk. Tehát az volt a sztori, hogy, hogy a három testvér, Emma, Samuel és Albert, amikor játszottak, akkor megőrítették Albertet, és Albert fejére esett egy kaptár, és ezért megbolondult, és maszkokat hord, és megölte Emmának a gyerekét, aki egy pitypunktól származik ezek szerint, illetve igen, belelökte a kútba a Franket, és Samuel meg újraépítette az órát, amiben a Wonderboom bácsit benne találták, és összeházasodott egy jövendőmondó nővel, Idával, aki megjósolta neki, hogy milyen szar lesz a jövő, szóval minden nagyon fura volt. Na nézzük, váltok, van a festmény 1896, akkor van 1904 a Family Band, illetve 1896 The Lying Game, ez Steel. Akkor viszont két 96-osunk van, tehát akkor menjünk, tehát a Steel, akkor menjünk a nyár a festménnyel tovább, amivel Emma van benne, ugye ő a legutóbbi részben elvesztette a gyerekét, mert Albert belerögte a kútba, és most valami frasz tudja, mit fog csinálni. Mert próbálta megtalálni, csak nem sikerült neki. Nem erre akartam kattintani, hanem az ott egy kötél. Amit pont olyanra használnak, amire gondolok, hogy használni fog. Mert az Idával való ugye jóslásnál a gömbben láttunk valakit, hogy valaki fölkötötte magát, és az Emma öngyilkos lesz a gyerek elvesztése miatt? Logikusnak tűnik. Na lássuk, mi van itt. Tehát vannak itt is a kulcs. Ki tudom nyitni azt a fantasztikus szekrényt, ahol mindig valami csodálatos dolog van. Vagy egy emberi kéz, vagy egy gömb, vagy ilyen pillanatban egy üveg. Oké, meg egy ecset. Jó, szupi. És mit kell nekem most itt csinálni? Emma, ja tényleg Emmával nem beszéltünk, de mire gondolsz? Mindig a Frankre. Oké. Mert Frank az egy ilyen nerd volt, aki eltűnt. Ja, lehet, hogy azt össze kell örülni, és abból kapok még egy szint. Oké. Tehát pup, és és nem tudom. De akkor, tehát a virágok színeivel kell befesteni ezeket. Értem, Mekidoki, értem. Csak ezt hogyan szedem ki innen? Hogy szedem azt onnan ki? Ha, ez mi? Ez micsoda? Olaj a fából. És azt én mire tudom használni? Igen, oké, megvan a piros festék. Tehát összesen van piros, fekete és sárga, de még kell nekünk piros, fekete, sárga, a fehér gondolom adott, a piros, fekete, sárga, kell még egyfajta sárga. Lehet, hogy az olaj az sárga volt? Nem. Oké, akkor elkezdem azért kifesteni, hát ha. Jó, ott van még valami. Egy shell, meg mandragóra gyökér, nem, turmeric, az nem tudom micsoda. Tehát azt is össze kell törni. Ja, ebből kapjuk szerintem a fehéret. Ez is olaj, és akkor ebből kapom a fehéret, ebből meg kapok a sárgát. Oké, megvan minden. Oké, tehát a fekete tulipán van, vörös rózsa. Oké, tehát ez fehér. A ház fehér. Ez fehér. A föld a citromsárga. Igazi festőművész leszek itt.
Így. Akkor ez az alak itt. A két alak az fekete. Tehát ő... meg ő fekete szerintem. Yep. Ó! Akkor ő lesz az akasztott valaki, de akkor ki a másik? Nem tudjuk. Akkor a fa az ilyen citromsárga valamiért. Nem is tudom, ki volt az a festő, akinek elég fura ilyen perspektívái voltak. Sírtan eszembe jutott, nem tudom miért. Illetve akkor a nap az... az is piros. Piros a nap is. Ja, nap piros, tehát ez piros. Kész! Jogasztott ember és valami valaki. Érdekes. Oh, Emma. Emma. Oh, fuck! Nem számított... ó, ide sír. Azt gondolom, föl kell fognom. Yay! Tehát megölte magát, mert elvesztette a gyerekét. Jó, tehát Emma megölte magát, gondolom, akkor ennek az ágnak... ó, valami nincs még vége. Az mi? Az ebből kinő. Kicsoda ez? A kút. Frank! Frank lennél a kútban! 1924. Frank él a kútban. Hogy? Hány évet él a kútban a Frank? Nem tudom. Akkor menjünk 1896 Lying Game. Tehát Frank túlélte a kutat. Albert lelökte, de Frank él a kútban. Csodálatos gyerekkora lehetett lenne a kútban. Itt Lying Game. Tehát itt van Samuel, Ida, a Mary és ugye Albert. És itt van a gyerekként. Gondolom, ezt ki lehet, minden képet ki lehet tépni, úgyhogy de ezt most pont nem lehet. Oké, és itt a családi fotó, amit legutóbb csináltunk, a fantasztikus Albert, az nagyon kemény. Ó, hát ez mi? Egy kártya. Akkor lehet, hogy itt is van egy kártya. Nincs. Oké, mi van itt még? Mielőtt beszélek velük, előbb körbenézek. Azt mondja, Daily Herald. Incidens Rusty Lake Hotelben. Emma Vanderboom found dead. Igen, tehát az Emma Vanderboom ugye öngyilkos lett. Most az előbb, ugye, azért megyek sorrendbe, hogy körülbelül minden tiszta legyen. Tehát öngyilkos lett, ugye a gyereke halála miatt. De incidens Rusty Lake Hotelben. Igen, azt a fényt is láttuk. Akkor jött ki a Harvey. Ugye, hogy elvigye a levelét az Emmának. De nem emlékszem a dátumra a Rusty Lake Hotelből, hogy ez... ugyanaz-e, amikor a Rusty Lake Hotelben történtek a... ja! Lehet, hogy az. Mert a Rusty Lake Birthday-ben, azt talán már mondtam, hogy azban az Cube Escape game-ben, ami közvetlenül a Rusty Lake Hotel után játszódik, abban, ugye ha a Rusty Lake Hotelt végviszed mindegyik vacsorát, ugye három csillaggal, akkor kapsz egy kódot, és ha azt a kódot a Rusty Lake Birthday-ben, ugye megadod a hógömbben, akkor kapsz egy kis filmet, amiben, ugye, spoiler, az játszódik le, hogy mi történt a hotelban, ami konkrétan annyi történt, hogy a shadow-k, amiket ugye a Rusty Lake Hotelban ugye bezártak ezekbe a tartályokba, azok kiszöknek és elszabadulnak. És lehet, hogy ennek lehet köze az Emma halálához, mert ugye a festményen emlékezők, a festményen láttuk Emmát, ugye ahogy lógott a fán, de láttunk még egy árnyalakot, ami gyanúsan hasonlított ahhoz a madárhoz, amit láttunk akkor, amikor... mikor? Valamelyik, még most láttuk, vagy akkor, amikor az Emma kereste a gyerekét, vagy amikor az Albert... az Albert ugye megölte a lepkét. És néztünk az ablakon, ugye ott láttuk azt az árnyat fönn, akkor már kiszabadult. És ezt, pont ezt a képet, ezt viszont az Emmánál láttuk. Nem tudom, hogy kapcsolnak az események össze, csak úgy föltűnt. Oké, meg valamelyik Vanderboom. Ugye ő nem a Vanderboom bácsi, hanem a testvére, mert ugye ketten voltak. De... hopp, itt is van valami. Egy kulcs. Én azt már néztem. Egy kulcs, amivel ki tudom nyitni ezt. Yeah! Ezek az ördög, ezek a tarotkártyák, az Ida tarotkártyát mindenhol szanaszét hagyja. Oké, na lássuk akkor, hogy mi van. Elosztok. My sister died.
Akkor lehet, hogy az asztalon lévőt kéne belolvasnom. Lássuk, tehát van itt ez, meg ez. Na tehát, the high priestess always tell the truth, tehát a papnő az mindig az igazat mondja, az ördög mindig hazudik, a chariot az... A chariot csak egyszer hazudik, a császárnő, azt hiszem ez a fogat, vagy nem tudom minek hívják. A császárnő az igaza, egyszer mond igazat, look outside. Look outside? Nézd kint, mit nézzek kint? Tehát négyen vannak, az egyikük a főpapnő, az ördög, a szekér és a császárnő. A főpapnő mindig igazat mond, oké. És tudnom kéne, és úgy kell gondolom odaadnom nekik, hogy melyikük melyik. És akkor itt vannak a kártyáik. Akkor menjünk, és nézzük meg. Tehát azt mondja, nézzem kint, és abból kapok egy kódot majd. Oké. Mindig képből szereztem valamit, egyedül ebből nem. Tuti, egy kártya még hiányzik, és nem tudom hol van. És ez zavar. Albert, nincs nálad? Mi? Miért van nálad az... The fuck? Albert! Miért van nálad egy kép az idáról? Kivágva a családi fotóról. Te perverz állat. Oké. Samuel! Nejedre hajt ez az állat. Az mondjuk durva. Na mindegy, tehát a Samuel, tehát a testvérem meghalt. Tehát meghalt az Emma, tehát ez igaz. Azt mondja, a locker code starts with 37, tehát a szekrény kódja 37-tel kezdődik. Lehet, hogy erre megint le kell írnom a dolgaim, mert ugye nincs elő nekem megint semmi író alkalmatosság. De szereztem. Tehát ő azt mondja, hogy a 37-tel kezdődik. És aztán mi van itt még? A kulcs a... A festmény jobb alsó sarkában van. Ez igaz. Ez is igaz. És a nővér is meghalt. Tehát kettő igazat mondott. Tehát lehet, hogy ő... Ő a papnő lenne? Ő kettő igazat mond. Kettő igazat mond, akkor azt mondom, hogy ő a papnő, ő mindig igazat mond. Mert ugye csak olyan van, hogy mindig hazudik, egyszer hazudik, és egyszer mond igazat. Jó, akkor menjünk tovább. Tehát Ida. A kulcs az újság alatt van. Hát ez nem igaz, mert én néztem az újságot, és nem volt alatta semmi sem. Igen, mert a kulcs nem volt semmi, semmi az újság alatt. Oké, akkor ez hazugság. Következő. Az ördögnek a zsebében van a képem. Oké, az ördög akkor lehet, hogy az Albert. Oké? És a locker code az 46-tal ér véget. Tehát ő azt mondja, hogy locker az 46. Tehát lehet, hogy ő egyszer hazudik. Feltételezzük azt, hogy egyszer hazudik. Szóval ugye könnyen ki tudom deríteni, hogyha egyszer hazudik, akkor ő a chariot. Ha csak egyszer hazudik, és könnyen kideríthetjük, hogy csak egyszer hazudott te, hogyha beírom ide a kódot, ugye, mert hogyha feltételezzük, hogy háromszor, hogyha Samuel háromszor, tehát ő a főpapnő, és ő mond igazat, akkor 37-tel kezdődik, és ha az Ida is igazat mond, akkor 48-al ér véget. És mindjárt megtudjuk az igazat. Valaki hazudik? Vagy csak én nem néztem meg jól? Vagy rossz számot írtam le? 46. Akkor én voltam a hülye. Akkor nem ő hazudik, hanem én vagyok hülye. Igen, tehát... Na. 46. 37, 46, nem? Akkor valaki hazudik. Tehát akkor nem ő az ördög. Oké, tehát ez nem igaz. Tehát akkor lehet, hogy az Ida az hazudik mindenben. Tehát akkor lehet, hogy ő... Ja nem, ez jó. Hazudik mindenben, tehát lehet, hogy ő az ördög. Mert hogy az ördög mindig hazudik. Akkor a chariot csak egyszer hazudik. Tehát akkor nem te vagy az ördög. Tehát mit mondasz te? Nem szeretem Idát. Hát mivel nálad van a képe, ezért ezt erősen kétlem. A testvérem nem házas.
Ez is hazugság. A kártya a kép jobb oldalán van. Nem, az egyik a bal oldalán volt. Tehát ez is hazugság. Tehát lehet, hogy a vég... Akkor lehet, hogy mégis ő az ördög. De akkor valaki hazudik. Oké, na nézzük tovább. Hopp, várjunk. Láttam valamit. Vagy azt hittem? Ja nem, azt hittem ott van lenne egy kártya, de nincs. Oké, na mindegy, nézzük meg őt. Oké. Oké, a kép bal felső sarkában van, ez igaz. Oké, a kód az 94-jel ér véget. Tehát ő meg azt mondja, hogy 94, amit hajlandó vagyok elhinni. Tehát ez két igaz, és nyár van, ez pedig egy hazugság. Tehát ő egyszer hazudik, akkor ő a chariot. Akkor áthúzom a chariotot hozzá. Tehát ő mindig hazudik, ő mindig igazat mond, és akkor a chariot. Tehát akkor azt mondja, hogy 97. 94. Haha! Tehát akkor... Akkor viszont, ha ez így van, akkor a... Mit csinálok? Te vagy a High Priestess, te vagy az ördög, és te vagy az Empress, mert te egyszer hazudtál. Wow! The fuck? Te... Mi? Az mikor került oda? De csak... Mi? Mert csak... Csak... Tehát beállítottam ugyanúgy, ahogy eddig voltak, aztán kinézte az ablakon, és hirtelen... Ott van a szarvas ember. Hello? Te mit akarsz? Ez az árnyék! Ja, ezért nézzek ki. Oké, tehát jól csináltam, jó volt az érvelésem. Csak... Valahogy nem triggerelt azt az eventet a dolog, aminek triggerelődni kellett, és most van egy koponyám a szarvas emberről. Hadd találjam ki, Albert! Tehát sejtettem, hogy neked... Egyébként volt valami kép egy ilyen szarvas emberről, és lehet, hogy az Albert volt az ebben a maszkban? Nem tudom. Oké, hova fut ez tovább? Lássuk, 1904 Voodoo. Biztató. 1904 Voodoo, illetve van még az 1904 Family Band. Tehát a Summer, és ez is Summer, ez is Summer. Hát nem tudok dönteni a kettő között. Ez pedig ugye a Frank, de ő 1924. Akkor menjünk ezen, menjünk az Ida vonalán. Tehát Albert, Mary, Leonard, Ida és Samuel. Ugye Albert a teljesen megzakkant pszichopata nagybácsi, Mary a nagyi, Leonard az meg az Idának és a Samuelnek a gyereke. Kíváncsiak, vajon ő túléli az Albert-tel a környéken? Ó, oh, itt meg neki zenéni fog. Hello. El. Ja, hogy melyiket nyom... Oké. Okay. Oké. Okay. Ah, oké, okay, tehát valami... Valamit be kell programoznom, és akkor abból majd látjuk, hogy miből mennyi kell. Oké, tehát... Albert ebben a... Hogy operaház fantomjának volt ilyen fél maszkja? Albert a zseniás, csak Albert rossz oldalra raktad a maszkot. Tehát azt arra az oldalra szokták, amit el akarsz takarni. Oké, és itt a Nagyi. Hello, Nagyi! Zenét akar a Nagyi. Na hát, az aztán fantasztikus lesz. Oké, itt is van egy, ez a üveg, ez nem tudom mire kell. Tehát... Akkor rakjuk össze. Tehát ezt kell kihoznunk belőle, azt mondja, hogy a hegedű, az EG. Azt mondja, az harsona talán, a és CBCB. Tehát EG, CBCB és TLTL. Tehát TLTL. Ez EG. Ez CBCB, és ez pedig a E, az ott egy E, az az oldal, mert nem látom, de A E. Hadd szóljon! Wow! Mi történik? Wow! Olyan rosszul játszottak, hogy
There will be blood. Hogy vér fog folyni. Mi történt? Budubabák. Kettő még hozzá. Ugye a másik, ugyancsak 1904-nek a nyarán játszódik, ugye a Voodoo című rész. Mi történt, Leonard? Mondj valamit. A Samuel és az Ida meghalt? Tehát a szülei meghaltak? Azt mondod? Mi történt? Ma! Úristen! Ne, nem akarunk a mama szájába belemászni. De úgy néz ki, Mary is elhalálozott. Albert úgy néz ki, teljesen megzakadt, szerintem ez az ő műve lesz. Oké, már... mamának a protkóját kiszedtük. Szupi. Teljesen megmarhult az öreg. Jó, hát akkor én Albertra gyanakszom, hogy ő... Ó, fogak, na, haladtunk végre a testrészek gyűjtésével is. Jó, tehát Leonard is elveszített a szüleit viszonylag korán. És 1914 a háborús hős Leonard, de vagy tovább az ő történetre, majd 1914-ben, de lássuk akkor, hogy mi történt, mit művelt Albert az Idával és a Samuellel, és miért főleg, valószínűleg ezt nem fogjuk megtudni, de... Tehát... Aha, voodoo-z rajtuk. Tehát Ida és Samuel áldozatul esik Albert perverziójának. Ami azt jelenti, hogy... Tehát... Na, ezt hogyan szedjük ki? Tehát mi van veletek? Oké. Tehát azt gondol, hogy pánik. Jó, ez egy logikus reakció. Tehát van egy... Egy pipám. Meg tudom gyújtani vele a tüzet. És van egy gyertyám. És a gyertyát be tudom tenni talán ebbe. Nem? Pedig az biztos világot gyűjtene. Na mi van, Albert? Mi a program? Szemek. Vagy azt hiszem azok. Tehát az egyik baba. Ezek voodoo babákat csinált ez az ökör, Albert. Fölgyújtottam a voodoo babát. Oké, Leonardnak nem jó. Leonardnak, Samuelnek nem jó. Oké, tehát van itt egy... volt egy kulcs. Miért a gyertyatartóban tárolják a kulcsot? Oké. Tű. Oké. Ez nem tudom, nem tart jó fele. Oké, akkor... Nem. Nem igazán tudom, hogy mit kéne csinálnom. Akkor másik... Szíven szúrtam az Idát. Akkor Ida az... annak annyi. Jó, tehát így mozgatom őket. Lássuk, tehát be kell állítanom... Három pózt, de nem igazán tudom, hogy... Ja, hogy melyik pózban mi történik? Oké, tehát... tehát az Idánál kell ezt beállítanom, ugye? Tehát ebben a pózban... Ja, hogy milyen arcot vág. Oké, tehát van ez a póz, itt nyitott szemek, és ez. Akkor a másik póz az egyik kéz fent, egyik lent. Tehát az ez. Ez beteg az az Albert. Csukott szemek, nyitott száj. És a harmadik meg, hogy egyik egyenes, másik lent. Ez lent, ez egyenes. Csukott szemek, csukott száj. Ez mutatja. Akkor nem, most nem kéne kinyílnia? Ja nem, csukott szemek, csukott száj. Így. Aha, olló. Oké. És most... kivágtam a szemét. De szuper! Minden szupi, szuper. Oké, Albert, és ez mind abból ered, hogy az Albertnak nem adtat oda az Emma egy pillangót, és rádobtak, rájtettek a fejére egy mékas. Ami tudom, hogy traumatikus lett gyerekként, de azért mégis. Nektek nem jó. Akkor ezeket én elveszem. Mert
nektek már nem lesz rá szükségetek, mert az Ida gyakorlatilag halott, a Sámuel meg lesz. És Menek meghalt. Jó, tehát akkor Leonard árva lett akaratán kívül, gondolom, akkor a szemgolyókat pedig eltesszük későbbi felhasználásra. Oké, és hirtelen, azért pont az volt a gyanús, hogy hú, nagyon régóta nem szereztük új testrészeket, de most hirtelen eléggé sokat szereztünk. 1909, The Broad. The Broad. Oké, ó, oh, mit csináltam? Nem ezt akartam. Nem a... Nyomkodok össze-vissza. Ezt? Ja igen, hogy mik vannak meg. Tehát megszereztük most a két szemet, meg a fogakat. Tehát a Mutter fogait, és a Sámuelnek, meg az Idának a szemeit. És még marad 4 darab. Oké, tehát ez még mindig... 1917, tehát akkor megyünk tovább az Albert őrületén, úgy nézem. Akkor The Broad. 1909 nyár. Albert fantasztikus maszkjában. Mit szeretnél? Egy bödönt. Oké, okay, Albert. Ja, ez meg a pince, ahol a James elhalálozott, mert hülye volt. Akkor honnan szerzem? Hogy tudom azt a bödönt én? Oh, oké, okay, az kell nekem, meg kell az Albertnak. Valamiért. Oké. Okay. Egy kép az Idáról. Mert akkor az Albert a szerelmes volt az Idába. Ami mondjuk nem jó. Mik vannak? Mik ezek? Tojás. Egy krumpli. Úristen, krumpli. Oké, nem tudom, tehát az Idát akarja újra gyártani valamilyen formába? Ezt sem értem, hogy ez micsoda, tehát valami, meg valami, bemegy a bigyóba, aztán abból be lesz izé. Szuper, oké, okay, Albert, kértél tőlem egy üveget, nesze. Te mit csinálsz? Seaman! Jó, oké. Tehát kaptunk egy kis... a cuccából egy kis adagot, akkor úgy néz ki, hogy ebből biza, ebből gyerek lesz. Tehát csinálunk lombik bébit. Szuper. Plöty. Oké, tehát ezeket össze kell raknom, hogy a cucca helyére menjen. Wow, Albert, aztán... Nem vagy kutya, az biztos. Oké, de hova kell ennek most mennie? Ebbe? Ebbe kell mennie? Meg egy kis cuccot? Nem, ugye? Ide be kell a közepére. Gondolom. És... így? Vagy nem? Oké, megvan. Aztán... Be kell mennie ennek is. Oké. Aztán rá kell engednem a csapvizet. Csak hogy? Meg minek a krumpli egyáltalán? Abba fog kifejlődni? Az lesz a placenta? Vagy mi ez? Oké, nyissuk meg a csapot. Adtunk hozzá vizet, vagy ilyen pitypangot. Oké, okay, mi kell még? Ó, oh, meg kéne gyújtanom ezt. Van itt valahogy gyufa? Albert, nem készültél fel valami? Lehet, hogy zsebében van ennek a gyökérnek. Valami zsebedbe? Nincs egy gyufa? Itt a gatyádba turkálsz. Hello? Te ki vagy? Leszel krumpli. Mit kaptam? Flintz! Kösz! Bárki is vagy ott lenne a csatornában. Oké, okay, tehát ez kovart. Igen. És ez száll föl, és ezt is be kell nekem terelnem a ide. Azt hiszem. Jól csinálom? Nem tudom, mi van. Lehet, hogy mind a kettőnek egyszerre kell mennie. Ó, na az komplikált lesz egy pőcét. Aha! Sikerült, és alkottunk egy csecsemőt! Lombik csecsemő. Egyébként azon gondolkodtam, miközben raktam össze, hogy ez a... hogy ugye... az ő... ondóját, meg... azt a... kukac valamit... használtuk a csecsemő megalkotására. És hogy mi ez a zöld löty? És
arra gondoltam, hogy ez talán az az elixír, amit ugye megitattunk a kutyával, illetve az, amiben James belehalt. Tehát lehet, hogy ezt próbálja használni az Albert, hogy teremtsen valamit, de hogy miért, azt nem tudom. Vagy lehet, hogy az Albert annyira pszichó, hogy ez megölte az idát, de újra próbálja teremteni, mert ugye ott volt a képe a doboznál, úgyhogy ez érdekes. Tehát tavasz, ősz, kommunikáció, Rose, tehát ő teremtette az Albert. Alkímiával, 1919, ugye mindig 1924 és a Leonard 1914, a háborús hős, igen, 1914 az első világháború. Egyébként helyileg nem tudni, hogy hol játszódik az. Tehát mész háborúba, mert ennyi eszed van. Háború szopás Leonard, mondjuk árvaként valószínűleg nem sok döntési lehetősége volt. Mert ugye árvaként bekerül ilyen árvaházba, és akkor onnan az az egyetlen kiút neki, hogy katonának áll, és akkor abból valahogy be lesz. Na mindegy, tehát azt mondja, ugye a hadüzenet, tehát hogy kirobbant a háború. Mi történik Rusty Lake-ben? Mit tudom én? Mondjuk a kutat mutatják, hogy a Franket belökte az Albert. Tehát az Albert elkezdte kiirtani a családját. És teremteni családtagokat. Azt mondja, Samuel és Ida Vanderboomot megölték, meg hát az Albert. Hogy rohadna meg. Tehát össze kell raknom a motort, amivel el tud vágtázni a frontra. Vagy Európában van Rusty Lake, vagy Amerikában, nem tudni. Lehet ilyen Anglia, talán, ahhoz illene mondjuk. És ez mi? Galambok. Ja, tehát a galambokhoz... Galambok? Galambok. Galambok fogják hozni a... És ezt... Jaj, tudom átpakolni. Oké. És jönnek és... Semmi. Aha, tehát... Mert itt... itt mutatja, hogy... tehát úgy kell beállítanom a galambokat, hogy oda jussanak, ahova jutni kell. Tehát ahhoz 3 kell, B... Oké. Na, de... És neked... Ja, neked meg a motorjára fejedbe, mert... Ja, de itt vannak már darabok. Amiket össze tudok itt pakolni. Jaj! Valahogy. Itt nem értek a motorokhoz se. Mi volt az alaprajzon? Az oda megy, akkor oda, meg oda. Lehet, hogy előbb az összes darabot meg kéne szerezni. Nem itt volt. De. Hőha. Akkor előbb szerezzük meg az összes darabot, tehát... Akkor kell... Az A-hoz 3 galamb? Igen. Akkor úgy kell beállítanom, hogy 3-nak az útja oda juss, oda vezessen. És akkor elvileg látom majd a térképen, hogy. Tehát... Ez ide... Akkor mi történik? Úristen! Hát ezzel elleszek. Aha! Megvan! Oké. Akkor beállítottam. Tehát akkor ugye a színek is megvannak, hogy melyik galamb milyen színű, azt észrevettem már. És hozzák nekem elvileg az alkatrészt, meg is van, jeeej! Oké, akkor most... azt akkor el is takom. Jeeej, megvan a D, yes! Oké. Megvan ez is, bármi is legyen ez. Jó, akkor a következő az a B. Ahhoz csak 2 kell. Talán ezt ide. Jep, meg is van, az csak 2 kell, úgyhogy már is. És akkor hoztatok, meghozták, jó. Nem tudom, miért galambokkal kell ezt cipeltetni, de... Oké, és az utolsó, a C van ott a legsarkába. Ahhoz kell egyetlen egy darab. Hát, az csak akkor lehet, hogy a pirosat beállítom, és meg is vagyunk. Tehát a pirosat kell beraknom elvileg ide. Azt hiszem.
Nem. Akkor viszont a kéket kell beraknom. Ide. Nem, a fehér, megvan. Fehér. Nem azt. Akaratomon kívül megoldottam, nem azzal, amelyiket állítottam, hanem amelyiket elraktam onnan. És akkor meg lesz az utolsó darab, és akkor összerakjuk a motort, és akkor mehet Leonard a háborúba. Ő lesz az Amerika kapitány, attól függ. Oké, tehát hogy is van ez? Ja, be is vannak itt címkézve. Pup, pup, pup. Tehát, hogy az X jelöli a helyet, tehát, hogy az oda megy. Van egy B, az akkor oda megy. Van inkább ez ide jön. Igen, és ehhez csatlakozik be az A. Ha ilyen egyszerű lenne motort összeszerelni. Aztán C, és ez pedig ide, ez meg. Csak ha rosszul rakjuk össze, akkor Leonard végigvágtázik a csatamezőn, és ez meg a lámpa talán? Mi ez? Ez melyik alkatrész? Ez olyan, mint amikor bátyám szé... Ja, az a lámpa. Bátyám szétszerelte, azt mondta, szétszerelte az egerét. Tehát a számítógéphez van az egerét. És azt mondta, hogy összerakta, és azt mondta, hogy maradt hátra pár csavar. Azt hát mondom, te megoldottad kevesebb csavarból azt, amit ugye a mérnök embereknek, hogy annyiból sikerült, amennyivel össze volt rakva. Oké, megvan. Hey! Most elmegy a háborúba, és hős lesz, vagy nem tudom, mivel áltatják itt. Első világháborúnál fenned, ugye. Trenches, 1918, ugye az a lövészárkok. De kíváncsi vagyok Rose-ra, de az csak 19 még. A fuck? Rose? Hát akkor menjünk tovább, Leonard. Rose-ig el akarok jutni, mert az nagyon, nagyon izgalmasnak tűnik, hogy ő kicsoda és miért. Tehát egy lombik baby, tehát ő az első, aki nem anya szülte. Oké, úgy nézem itt is. Mi történt? Hát ez háború, akkor... jól elintéztek, Leonard. Nézem, nem maradt a háború nyom nélkül. Wow. Tehát azt mondja, legalább két lövés kapott, az egyik lábának annyi, és az arca is. Láttam egyébként valamelyik játékban, azt hiszem talán a Valiant harcban, ugye ahol mindenféle ilyen tényeket közöl veled a játék, láttam olyan első világháborús sérüléseket, hogy ilyen gránátrobbanásra, ugye, hogy eltorzult az embernek az arca, és akkor mondom, nagyon kemény. De meg kéne valami lézék. Oké, okay, akkor kezdjük a sérülések ellátását, gondolom. Oké, okay, fölvágjuk a sebet, ugye. Úgy sebtapaszok. Hát csak kicsit bibis lett, nem is értem, hogy mi a problémád. Mindjárt is oldjuk, kész. Csak kicsit bibis lett. Ennyi, megoldottuk a láblövést. Ezért leukoplasztak. Oké, okay. Ez már viszont egy beragadt golyó, méghozzá nem is ment olyan mélyre, úgyhogy pár emberen átmentek mi le. Célba ért. Oké, szedjük le az arcodra ezt a valamit. Hey, nem is nézek olyan szarul. Oké, még él. Akkor nem tudom, mit szedjünk ki belőle. Egyelőre még semmit. Minden zsebét kiürítettük. Oh, rakjuk kupakot a lábára. Oké, tehát falába? Ja, falába lesz. Többi valószínű. Oh. Székláb, tökéletes. Nem éppen ezt akartam, de ez dobta a gép. Wow. Mi történik? Hello. Flashback. Gránát. Hát ez nem éppen úgy alakult, ahogy akartam. De csak árcben, ártatlanul a lövészárokban, és egyszer csak az arcodban robban valami. Oké, tehát itt is az árnyék emberek. Ugye azokról állok. Oké. Menjünk vissza, próbáljuk meg másképp. Majd az a láda? Nincs nem valami? Az otthonra gondolsz? Hát mi másra gondolnál itt a lövészárokban? Megint a gránát. Nem akarok... Próbálnálak nem megölni. Kinyitnám ezt a ládát, csak... Nem látom, hogy tudnám. Akkor vissza. Most több ember szakadt darabokra. Tehát, hogy... Ezek az emlékei lehetnek neki... Ahó! Ez valaki... Ja, csak oldalra tudom mozgatnia, oké. Okay. Tehát... Ez nem tudom... Két embert lát. Ezek lehet, hogy az anyja meg az apja lenne? Lehet. Az is lehet ám, mivel én árnyalakokat lát, hogy a harctéren valahogy...
a varjú meg a bagoly kiszedte belőle az emlékeket? Tehát most itt fekszik ugye ezen az asztalon, hogy ez most hol van, az helyileg nem tudjuk, de elvileg akkor ez a Rusty-léknek, a házuknak a pincéjében van, és akkor most nyerik ki belőle az emlékeket? Nem, mert nem, az biztos nem, mert valamelyik Cube Escape játékban volt egy speciális gép, amiben bele kellett rakni az embereket, bár általában holtan nyerik ki az emlékeiket, tehát ez eléggé valószínűleg. Oké, újra itt vagyunk. Ki tudom nyitni a szaládát? Ez hol van ennek a kulcsa? Nem tudod azt odaadni? Megint a gránátot kell... Hoppá! Ó, ez az Albert. Látja az Albertet? Mert a Leonard tudja, hogy az Albert ölte meg a szüleit. Szerintem, tuti. Igen, itt a szarvas ember. Ilyen lázámai vannak, miközben fekszik a kórházi ágyon. Összeraktam, van még valami? Ott a leszakadt lába a Leonardnak. Van még? Mit rontottam el? Oké, okay, megvan. Ah! Jó vagy, Leonard! Folyton visszajutunk ide, nem jutunk előre. Ki lehet nyitni ezt a ládát egyáltalán? Bárhogy. Nem úgy tűnik. Talán... Ah, fuck! Hé, itt a varjú! Ha tudnám, hogy ezek a képek mit jelentenek, az nagyon sokat segíten az értelmezésben, de fogalmam sincs. Hup! Tehát eljött a varjú. Lehet, hogy látta a varjút? Nem csak képletesen, hanem konkrétan, amikor fölrobbant? De eddig mindig holtan nyerték, tehát azért nincsenek értelme. Ó! Oh, te tényleg itt vagy, hello! Hello, testvér! Hello! Mentsd meg Leonardot! Szükségünk van rá valamihez. Oké. Okay. Oh! Menj meg Leonardot. Volt ilyen a Rusty Lake Hotelben, ugye, amikor így megjelent a varjú a vatkannál, és megmondta, hogy mit kell tennem. Tehát lehet, hogy én most megint nem csak játékos vagyok, hanem én megint létezem, és valamit csinálok. Tehát megint a Harvey vagyok? Vagy valaki más, aki segít? Ugye a... Valahogy megoldani ezt? És gyakorlatilag vissza kell hoznom a Leonardot a halálból, mert a varjúnak meg a bagolynak valamire szükség... Valamihez szüksége van rá. Gázmaszk. Az miben segít? Az gázgránát? Vagy... Attól még a lábad leszakad? Oké, akkor... Lehet, hogy gáztámadás volt itt, és akkor... Jó. Most is leszakadt a lába, de... Ó, na ez mi a rák? Ezek megint ezek a hülye jelek, amiket nem tudok értelmezni. Ezek is rendszeresen megjelennek. Így. Jej! Ja, ez lesz a kód a vizéhoz. Tehát a háromszög, a kör, meg a csillag. A vizéhoz. Ah! Vissza tudok menni, de nem kell, mert már ki tudom nyitni ezt. Háromszög... Kör és csillag. Csillag. Ez az. Vagy nem. Másféle kör volt. Vagy nem, ja nem ez a háromszög, ez a háromszög. Ó, oh! Oh, egy láb! Megvan a Leonard a lábad. Csak tudnám, hogy mely. Oké, okay, akkor szerintem végeztünk. Well, ez fura volt, tehát Leonardnak valamiért szüksége van a varjúéknak erre a családra, hogy valamit csináljanak meg, és akkor ezért nem hagyhatják, hogy Leonard meghaljon. 1929, a kincs. Akkor még menjünk Rose-ra. Tehát Rose az Albertnak a lombik gyereke. És... Ő most itt van, és mire gondol? Nálam van valami kulcs. Hallasz engem? Gondolom, igen. Bum! Jögön! Hú, itt voodoo. Mi a neved? Tehát itt van... William Vanderboom, Vanderboom bácsi, és az... Aldous... Vanderboom. Tehát ők voltak a testvérek, de a... Várjuk, mit vannak még itt? Szekrény, ablakok... Tehát a mi óránkban a William volt.
Ben, tehát ő a Wonderboom bácsi. Tehát gondolom William, mert ő volt benne a szekrényben, ő szeretne föltámadni. Tehát William. Yep. Yay! What is your last name? Mi a vezeték neved? Hát Wonderboom. Oké, tehát Wonderboom. Wonderboom. Hol az N? Wonder. Boom. Igen, én is valamilyen formában rokonod vagyok, még ha nem is anya szült téged. Do you want my key? Akarod-e a kulcsod? Hopp, basz. Do you want my key? Hogy a francban el akarnám? Yep. Add ide a kulcsod. Yay, köszi. What do you want? Mit akarok? Na, ez jó kérdés. Visszatérni az életbe főleg. Aki nem... Ja, a nagy arany szekrényt nyitja. Oh! What the fuck? Ez egy tükör? Liv. Ami visszafelé evil, ugye? Tehát egy élni vagy evil, attól függ, de most... Most ha ez egy tükör, akkor én látom magamat. Tehát én egy árnyék voltam vég, ami a családdal volt. És én okozom rájuk ezt a sok bajt? Az lehet? Mert most ez nagyon úgy tűnik, hogy én egy ilyen szellem vagyok, ami itt manipulálja a dolgokat. A varjú és a holló, ugye mert a varjú mondta, hogy mentsen meg a Leonardot, tehát a varjút és a hollónak dolgozom. Tehát én nem a Harvey vagyok most, hanem valami árny. Mi ez? Time Pieces? Az mi? Ezt nem tudom micsoda. Time Pieces, ezek ilyen zsebórák, nem? Valami zsebóra volt a legelején is. Tehát azokat kell összegyűjteni. És mi a másik papír? Áldozat, ja igen, ezt tudjuk, tehát 10 áldozat kell, és ez abból jön az újjászületés. Ugye eddig megvolt. Tehát nem feltétlenül kell meghalni az áldozatnak, de mindenképpen valami testrésze kell. Tehát, hogy megvan a Wonderboom bácsi szíve, a Leonardnak a lába, az Idának és a Samuelnek a szeme, a Marynek a foga, és a nyelve a Jamesnek. Jó, tehát ezt ebből tudjuk. Tehát mit szeretnék? Tehát akkor élni, gondolom. L-I-V-E. Az mondjuk felfoghatatlan számomra, hogy miért akarják ők egyáltalán föltámasztani ezeket, vagy egyáltalán az Albert föl akarja, vagy az Albert csak teljesen zakkant, és ugye csak azért teremtett a Rose-t, hogy valahogy visszahozza az Idát, akit megölt, valamilyen ismeretlen okból, talán azért, mert lehet, hogy tényleg szerelmi probléma volt, mert ha belegondolunk, az Ida ugye a Samuelt szerette, ezért, hogy ne érezze ezt a fájdalmat ugye a pszichopata nagybácsi Albert, megölte a Samuelt is, megölte az Idát is, de az Idát újra teremtette a Rose formájába, hogy akkor az majd őt szeretni fogja. Legalábbis ezt gondolom. Csak az Rose nem ezt tette, hanem utána járt a család titoknak, valószínűleg bár bizonyára tisztában vele, hogy nem anya szülte őt se. És... What do you need to live again? Mire van szükséged, hogy újra élj? What do you need to live again? Sacrifices? Time pieces vagy sacrifices? Sacrifices. Sacrifices, azt így írják. Azt nekem kell mondanom magamban, mert különben nem tudom leírni. Tehát... A fuck. Hogy tudok visszamenni ezzel? Most nem látom, hogy... fuck. Na minden, megoldom, tehát... Szek... De miért tűnik el? Aha! Lehet, hogy a... Mert ez flash játék, tehát ilyen... Lehet, hogy a flashback... zavart magának. Oké. Okay. Erre mit mondasz, Rose? Mert a szükséged, hogy kinyisd a kaput. A timepieces, ugye?
Time Pieces. Ugye a három Time Piece, akkor az a kapu! Ja igaz! Tehát megnyitjuk a túlvilág kapuját, hogy átjön az öreg. De a Rose miért akarja ezt? Tehát miért akarják ezek visszahozni a Wonderboom bácsit? Ugye miért? És én ki vagyok, és miért vagyok itt? Annyi kérdésem van! Ezek a Time Pieces. Néha eltűnik, nem tudok eltenni. De ott van, csak nem látszik. Time Pieces. Time Pieces, mind a három kell. Na Rose? I will help you. De miért? Tehát segít, de miért? Tehát, mert a James, ugye James volt az első, aki ezt akarta, de azóta már nem tudom hány generációnál tartunk, már legalább a harmadiknál. És miért akarná a Rose föltámasztani a Wonderboom bácsit? Meg a James, vagy a, igen, a James miért akarta volna? Ennek semmi értelme nincsen. Nem értem. De érdekesnek nem értem. Hú, most ebben a részben sokat összegyűjtöttünk. És ez vezet a kút második részéhez, ugye? 1924-hez. 1924 ősz. És akkor van egy 1929, az később lesz, de van egy... De van Frank, aki nem halt meg, ugye Emma-nak a gyereke, Frank, aki a kútban él. Úgyhogy vele folytatjuk majd, mert akkor... Nekem nagyon sok kérdésem van a sztorival kapcsolatban, erről sokat lehetne elmélkedni, hogy igazából mi is történik itt, tehát itt az az Albert vonal, tehát azért látszik, hogy ez a Samuel Ida, tehát itt már Leonard-e alakult, az Albert Rózzá, csak az Albert is még ér, ugye az Emma-nál pedig már csak a Frank van, hogy Albert nagyon sok problémát fog még okozni a közeljövőben, de hogy Rose miért akarna segíteni a Wonderboom bácsi föltámasztásában, azt nem tudom. Meg Rose-nak semmi köze nincs a varjúhoz, meg a bagolyhoz se. De nekem van, tehát én ki vagyok, mert ugye itt Rose-nál kiderült, hogy én valami árnyék vagyok. De hogy miért? Ugye az árnyékok ugye akkor születnek, hogyha halott embereknek az rossz emlékeit nyerik ki. Nem tudom. De ezért jók ezek a játékok, mert semmit nem magyaráznak el, hanem csak hogy úgy rájössz magadtól. Na de mindegy, most pont túléptem az időmet, úgyhogy akkor legyen ennyi elég a Rusty Lake Roots-ból. Ha tetszett, akkor nyomogassátok a gombokat ott alul, mert azért vannak, a fejérdobozokba írjátok le a véleményeteket bármiről. Ha látjátok a csoki nyulat, szóljatok neki, és a következő videóig pedig. Sziasztok!